Az Európai Unióban évente egy lakos több mint 174 kg szemetet termel, aminek 40%-a papírhulladék. Ugyanakkor a Környezetvédelmi Ügynökség szerint egy tonnányi papír újrahasznosítása megment 17 fát, megspórol körülbelül 1360 liter vizet, és 27 kg-mal kevesebb szennyezőanyag kerül a levegőbe. A mai adásban Benedek Ervin kézműves megmutatja, hogy hogyan lehet újrahasznosítani az újságpapírt, és ezzel csökkenteni a hulladéklábnyomunkat. Amikor neki fogunk dolgozni, elsősorban szükségünk van újságpapírra, ami így néz ki, ez egy hagyományos újság. Ezeket általában három részre osztom és felvágom egy szike segítségével. Ha ezzel megvagyunk, akkor ilyen újságpapír csíkokat kapunk, és utána már ebből fogunk dolgozni. Az újságpapír csíkokat egy hurkapálca segítségével szoktam felcsavarni. Itt becsípem. Én már nem is tudom, hogy mit csinálok tulajdonképpen, mert annyira automatikusan megy a kezem. Most úgy vagyok, hogy én is kijellemzem a saját mozdulatomat, nem is tudom, hogy csinálom. Tehát rálakom, itt becsípem, megsegítem, és akkor ezzel a kezemmel egészen hagyom előre gurulni, ezt nem is figyeltem eddig. Aha. És ezt mindig rajta tartom, hogy ne bomoljon ki. Ha éppen ezzel nem tartom, akkor tartom ezzel, hogy ne lazuljon fel az egész rúg. Ha gondoljátok, akkor megmutatom, hogy hogyan lehet ezeket felcsavarni. Csináljunk tehát egy korongot. Ez az egyik technika. Igen, ez a felcsavarós technika. De ezt egy picit le fogjuk vágni a hegyét, amit még nem mutattam, hogy amikor elkészül a rúd, van egy hegyesebbik vége és egy szélesebbik vége. És ha elfogy a rudunk, akkor a hegyesebbik végét a másik felébe bele lehet helyezni, beragasztani, és lehet folytatni a tekerést, a fonást, és ha szépen csináljuk, nem is látszanak az ilyen toldások. Jó, és akkor mi a következő lépés a termékünk elkészítéséhez? Hát most tekerni fogunk, vagyis fölcsavarunk egy korongot. Az úgy történik, hogy levágom itt a vékonyabbik részét hegyesre, mert így jobban belecsúszik, jobban fog illeszkedni, szebbek lesznek a toldások. Amit még szoktam alkalmazni a tekerés előtt, egy kis vízzel meg szoktam piccolni, hogy legyen puhább, mert könnyebb feltekerni. Ha szárazon tekerem, például 10 mágnes után annyira feldörzsöli az ujjamon a bőrt, hogy abba kell hagyjon. De ha megvizezem, akkor tényleg sokkal többet tudok feltekerni. Na most csak így nagyjából egy picit megmutatom, hogy hogy is néz ez ki. Fújunk egy kevés vizet, nem szabad nagyon sokat, mert aztán elkezd szétmállani a papír. És akkor egy hurkapálca segítségével ugyancsak elkezdjük feltekerni a rudat. Tehát innen a vékonyabbik felétől kezdve elindítjuk a tekerést. Ezt csak addig használjuk a hurkapálcát, amíg egy ilyen 1-2 centis korongunk lesz, utána majd szabad kézzel tovább tudjuk folytatni. Mindig a kezdés nehéz a feltekerésnél, látom, mert itt vastagabb is egy kicsit. Jól igen, össze kell nyomd ahhoz. Jól meg kell nyomni, igen, mert ha nem kicsit ilyen szögletes tőled, ez lesz. És előbb úgy szoktam a vastagabb részén indítom, és utána a vékonyabb részén újra tekerem, hogy a közepén csak egy picike lyuk maradjon. És akkor innen már tekerjük fel ezt a részt, amit elindítottunk. Tehát mindig fontos az első pár tekerés, mert ha nem indítjuk szépen, akkor már az egésznek elrontja a formáját.
ezt egy ennyit tekertem fel a rúddal, ezt meg szoktam kicsit lazítani, elrendezni, hogy legyen szabályos, akkor innen már kézből lehet tovább tekerni. És ha elfogyott a rúdunk, a korongot meg tudjuk csiptetni egy ruhacsiptetővel például, és akkor nem bomlik ki. Rakunk bele egy kis ragasztót, és folytathatjuk a munkát. Tudni kell a tekerés technikával, nem sokan foglalkoznak, mert ez egy elég macerás dolog. A másik, amiért nem nagyon foglalkoznak, hogy a csoportokban is, ahol benne vagyok, ilyen fonós csoportokban, meg az interneten, a legtöbben, akik ezzel foglalkoznak, azok nagyon kevés férfit látom, aki ezzel foglalkozik, és neki annyi előnyön van a tekerés technikával, hogy erősebb a kezem. Uh-huh. És megérzik a különbség, mert én is tényleg, főleg az elején, sokat tekertem, annyira begörcsölt az izom a kezemen, hogy azért tényleg jelentős a különbség, hogy egy férfi kéz vagy női kéz. Ezért kevesen foglalkoznak, és akkor kitaláltam, hogy próbáljam meg a tekerésnél is megvizezni. És nagyon is bevált, mert elkezdtem készíteni a mágneseket, és tényleg az történt, hogy 10-et feltekertem, és az a száraz papír annyira kidörzsöli így az ujjadat, hogy teljesen kipirosodik, és már fáj utána nem tudsz dolgozni vele. Úgyhogy nagyon jól jött ez a trükk például, de még sok ilyen van. Például az elején a termékeket nem így keményítettem meg. Ugyan láttam az interneten, hogy készítik, ők lekenték egy árecsettel vagy dekupázsragasztóval, és azt tartotta össze, az is jó, az is oké. De aztán kitaláltam egy másik trükköt. Például elkészül egy korong, megformázom, ezt nem kenem le a ragasztóval, hanem bekenem hígított árecsettel. Mi annyira híg, mint a tej, ahhoz hasonlít az állaga, tehát egy ilyen víz, majdnem olyan, mint a víz, annyira híg, és azt beszívja a papír, és attól megkeményszik belülről is, nem csak kívülről. És aztán utána a többi festékréteg, lakkozás, mindenféle, az még ad egy plusz tartást neki. A tekerés része meg is van. Innentől kezdve az történik, hogy van egy szebbik fele, és van egy kevésbé szebb fele, mert ahogy tekerem, itt a rétegek, ahogy vannak, az egyik felé mindig egy picit kicsúcsosodnak, és akkor az nem lesz annyira sima. Úgyhogy mindig a szebbik felére dolgozunk. Először is ezt leszoktam lapítani így az asztalon, van egy ilyen csavarhúzó, amit megfordítok, még egy kicsit körbe megnyomkodom. Megnézem, hogy nincsenek-e nagy eltérések, ott még kicsit rányomok, kiegyenesítem, és ha ezzel megvagyunk, akkor lekenem a ragasztóval, a hígított árecset lekenem, megszárad utána a lapozó festék, aztán jön rá a szalvetta, a lakkozás és mágnes. És ez volt egy darab mágnes, ennyi munka van egy mágnessel. Akkor mondjuk, hogy ez egy előkészített mágnes, akkor rárakunk egy baglyot, mondjuk ezt a zöldet innen a széléből. Ezt innen levágom. Ez a szalvetta három réteg papírból áll, és a legfelső réteget, amire nyomtatták, azt kell levenni róla. Akkor alul bekenjük dekupázsragasztóval. És majd szükségünk lesz egy ilyen nájlon tasakra, amivel rányomjuk. Akkor rányomjuk, akkor kell vigyázni a körmömmel, szoktam belenyomni ezekbe a vájátokba, és kell vigyázni, hogy ne szakadjon el a papír. Mivel ez annyira vékony, hogy át lehet rajta látni.
nem bekenem. Úgy el kell osztani, hogy ne legyen se túl vastag, de azért legyen annyi, hogy ragadjon odon. Ha túl vastag, akkor megint csak átáztatja a papírt, és ott problémás lesz a dolog utána. És oda ragasztjuk, ami lelogaszt rá lehet az oldalára ragasztani, úgy. Akkor irányoljuk. Innen ezt az egészet így bele kell nyomkodni. Hát ez még egy elég időigényes része a dolognak. De csak úgy lesz igazán szép, ha ezt megcsináljuk. Egyszerűbb dolgunk lenne, hogyha sima lenne a felület. Ugye vannak olyan kézművesek, akik csak azzal foglalkoznak, hogy megvesznek különböző dobozkákat, ilyen korongokat, abból alátéteket, mindenfélét készítenek, és a szalvetta technikával díszítik. Hát a szalvetta rajta van, innentől már annyi dolgunk, hogy hagyjuk, hogy így megszáradjon, és utána még egyszer le kell nyugdekupás ragasztóval. Utána körbefestem alapozó festékkel újra az egészet, hogy ne látszódjanak a szalvettának a szélei, mert úgy lesz igazán szép. És ha azzal is megvagyunk, egyszer-kétszer még körbefessük, utána lelakkozom. És ha az is megvan, akkor jön rá egy mágnes a hátára, és akkor onnantól kész a termékünk. Akkor megmutatom nektek, hogy hogyan lehet fonni. Milyen szép. Hát a legalapabb dolog, a technika, ha keresztbe rakunk négy rudat, és azt kezdjük el körbefonni. De lehet azt többféleképpen elkezdeni több ruddal, vagy egész ilyen trükkös vonásokkal. De ez a legalapabb dolog, ha így keresztbe rakjuk a rudakat, és innen indítunk majd egy gyors vonást. Jól össze kell húzni. Erre tényleg van többféle módszer, de ez a legegyszerűbb, a legalapabb dolog. Megtűrünk egy rudat, de jobb is, hogyha már alapból összeragasztunk kettőt, hogy annyival előbbre legyünk, és akkor onnan indítjuk a fonást. Hát ezt, amikor nem csak bemutatónak tartom, akkor itt a közepénél ezeket oda szoktam ragasztani, mert ügyszebben el tudom indítani, de így most gyorsban ez így is fog működni. Ezt ilyenkor felszoktam egy picit venni az asztalról, mert úgy könnyebb pontosan elindítani. Akkor az a lényege, hogy ezzel a két ruddal mindig körbe megyünk, és sorra vesszük, ami következik. Mikor elindítom ezeket, még egybe veszem, utána szétválasztom a szálakat is, és akkor külön-külön fogom körbe venni. És akkor ezzel így megyek körbe. Azt azért megfigyeltem, hogy nagyon rendet tartasz magad körül, és amivel jársz, mindent helyre teszel, tehát hogy nincs káosz, ez a valóságban is így van? Hát tehát, hogy törekedsz arra, igyekszem. Hogy rend legyen körülötted. Igyekszem, hogy rend legyen, de az a helyzet, hogy ezzel a technikával annyi minden kell előszedni, annyi kosz, hogy egy idő után így is eluralkodik a káosz, akkor utána egy nagy takarítás kell, hogy helyreálljanak a dolgok. Mert hogyha nem lenne még ez bennem, hogy alapból próbálok mindent a helyre tenni, akkor itt tényleg egy óra alatt olyan káosz lenne, hogy azt nem kapnák meg semmit. Mert hol ez kell, hol az kell, egy kicsit le kell vágni belőle,
itt egy kicsi papír maradék, ott egy kicsi szalvetta a végén már tényleg nem látszana ki a házakuszból. És mikor egyszer körbe mentem vele, utána már szétválasztom a rudakat, és úgy megyek tovább. Például, kicsit tovább menjünk, lehet egy olyan dolgot csinálni, hogy megfordítom, hogy az alsót teszem előbb, és utána a másodikat, és akkor itt csinálok egy mintát a papírban, és akkor egy ilyen összetartó minta lesz, hogyha két sort nézel, akkor az olyan lesz, mint egy nyílhegy. Azt úgy hívják, hogy nyílhegy mintás vonás. Például, hogyha egy kicsit fel akarod dobni, például fonsz egy dobozom, akkor ott, hogy egyszerűen körbe menjenek, akkor így megváltatod minden kör után, csak meg kell jegyezni, hogy hol van a körnek a vége. És minden kör után megváltoztatod. Erre is rá kell rájönni az agyad, mert a kezed automatikusan teszi tovább, mert én is megjárom, hogyha sokat fonok, hogy észreveszem, hoppá, fontam három kört, az egyik körnél nem váltottam, és akkor ki kell bontsam. Akkor kibontod? Hát igen, másképp. Hát volt olyan is, hogy rájöttem, hogy egy kör kimaradt, de már meg volt ragasztva, már kész volt, úgyhogy azt már nem lehetett kibontani. De lehet ilyen mintákat bele, sőt, még ennél érdekesebb mintákat is lehet. Csak az már megint külön időigényes, és lehet úgy, hogy variálni a színeket, csak ahhoz meg kell előre festeni a rudakat. Uh-huh. És akkor lehet úgy, hogy itt az egyik kék lesz, a másik piros, vagy valami ehhez hasonló mintát lehet belevinni. Vagy így, ahogy jönnek a sorok, így lesz egy sor piros, vagy egy sor zöld, de ezt mind előre kell megfesteni. Arról is van egy technika, mostanában nem nagyon csináltam, de például fapáccal csinálsz egy kis tálkát neki, egy kis teknőt, beletöltöd a fapászt, és így beleforgatod, és gyorsan kiveszed, csak úgy előre le vannak festve. Akkor abból lehet ilyen a mintás vonásokat csinálni. Tehát ez az alap, innen pedig például ezzel a fonással szoktam csinálni pohárról átéteket. Az egyszerű, így amit látok, ezzel még tovább megyek, ha színes papírból csinálom, már csak megkeményítem, lelakkozom, vagy ha ilyen újságból csinálom, akkor lefestem egy színre, egy türkiz, egy sárga, vagy valamilyen élénkebb színre. Akkor most csinálok egy nyílhegy mintás fonást. Innen már elindítom fordítva. Hát az így nem látszik, hogy én fordítva rakom rá, de a végén majd látható lesz, hogy összetartanak a tűrődések. Már is körbeértem, és most megint visszaváltam. Például megígyeztem, hogy itt ezen a sarkon, ahol van ez a barna csík, itt kell mindig váltani ennél a rúdnál. Vagy például azt is lehet így betűrni és rárakni egy csipet, és akkor tudod, hogy mikor ideérsz, akkor kell váltsál. Általában, ha kosarat fonok, akkor szoktam sablont használni. Szóval annyit tesz, hogy valamire ráfonom. Vagy egy papírhenger, vagy egy fazék, és vagy valami edény. Szabályosabb lesz, gondolom. Igen, a belseje a szép, egyenletes lesz. Mert ha szabadon fonsz, hát bármennyire ügyes is vagy, azért egy kicsit valamerre el fog mászkálni az oldalon. Eldolgozzuk a végét, mondjuk, hogy ez a magasság, amit akartunk a kosárnak, nem akarjuk tovább fonni. De beragasztjuk a rudaknak a végeit. Egy ilyen csipőfogóval szoktam levágni a rudak végét, mert az ollóval nehéz hozzáférni. Nekem az vált be, hogy ezzel így pontosan annyi csípek le, amennyire szükség van. Ezeket a végeket kicsit megragasztózom. Akkor látod, itt a végét beragasztottam a fonás sor alá. És ha megnézed, látszik a nyílhegy minta, így ahogy jött egy sor, a következő, hogy már lefele mutat, ez így összetart. És akkor mindig ilyen nyílhegyek vannak. Akkor itt ezt a véget
Lehet úgy is, én például úgy szoktam a dobozkánál, mivel hogy ez itt az a jó, ha minél egyszerűbb itt, hogy belemenjen a doboznak a fedele, hogy ezt egyszerűen levágom. Uh-huh. És akkor megragasztom, és a ragasztó összetartja. De hát ez a lényege, hogy ezeket ide beragasztod, és akkor így van egy eldolgozott kosár.